Egy ösvényen vezet minket végig Alen. A téglákkal kirakott út végén romokban áll édesanyjától megörökölt háza. Az egyik szoba már teljesen összeomlott. A falak között nincs biztonság és meleg sem. Alen hónapokig árult a piacon, egy hete viszont nincs munkája, mert szerinte nem bántak vele tisztességesen, ezért felmondott. Most házakhoz csönget be, hogy besegítsen a teendőkbe, és ebből némi pénzhez jusson. Vágya, hogy a szakmájában helyezkedjen el, és állandó fizetése legyen. Ebben kér segítséget. Naponta csak egyszer eszik, minden dinárt be kell osztania, segélyt nem kap és támaszkodnia sincs kire, mivel közeli hozzátartozói elhunytak. Tűri a nincstelenséget, de mégis bízik benne, hogy a jó szándékú emberek átsegítik ezen a nehéz időszakon. Tűzifa és élelem is jól jönne neki. Alen gyermekkorát árvaházban töltötte, csak a szép pillanatokat őrzi, amit fényképeken is megmutatott nekünk. Fellépéseiről, iskolás éveiről és kitűnő tanulmányi eredményeiről mesél. Alennek a szép emlékek, a pozitív gondolkodás és a hite ad erőt, hogy ne adja fel. Bízik benne, hogy egy jobb jövő vár rá.